most már kiférünk. Teljes balra teker. Most hétvége van, szombat nincs olyan nagy forgalom, de egy út elterelés miatt 1000-rel szoktak jönni az autók. Egymás sarkába taposnak, úgyhogy most csendesebb lesz. Reméljük. Itt is van egy jobbkezes utca, nem látszik belőle semmi. Épül egy szocotthon, de még nincs kész. A vasút mentén megyünk egy darabig, egy sötét részen, bal oldal szántóföldek lesznek, kapcsolj egy reflektort. Igen, itt még mindig 30-as valahogy, és ott lesz az 50-es. Tartani kell a sebességet, szépen, mese nincs. Hát itt nincs. Komoly bírságokat szabnak ki érte, ha túllépjük. Rendszeresen szokott párásodni az autó, is se látni, most véletlenül nem így van, mert tegnap szép napsütés volt, de az eső is rendszeres, meg általában felhőzet is van, sokszor gyönyörű szép, tegnap előtt nagyon szép volt a kilátás az idős otthonból. Párás, ködös reggel kimentünk az erkélyre, kinéztünk reggeliztetéskor. Előttünk van, hogy látom egy biciklis. Na most, akiket itt nagyon nem szokott érdekelni a forgalom, azok a biciklisek. Tehát sokszor körbenézés nélkül jönnek ki a kocsik elé. Például kijöttek elénk ennél a kereszteződésnél egyik nap, körbe se nagyon nézett. Mi se bírtunk volna megállni, ha ő nem áll meg. Itt van egy ipartelep. Munka van bőven. 22 000-es kis falu. Még lehet 50-nel menni, de már nem sokáig. Itt még elég sokáig lehet, de nem szoktunk, ugyanis mindjárt jön egy éles kanyar. Parkoló autók szoktak itt lenni. Hétköznap mindenképpen óvatosan kell közlekedni. Kerékpárosok is jönnek, mennek ugye dolgozni, kerékpárral sokan járnak. Országban nem vették meg a kerékpáros közlekedést. Hát sőt, ők azok, akik tényleg uralkodnak azokon, így.
ez is egy beláthatatlan jobb közösítménye. Ez itt egy konténer, és ha jön valaki, nem fog megállni, ugye? Szabad a pálya. Itt a 30-as tábla, idáig lehetett volna 50-nel jönni, de hát nem érdemes a kanyarok miatt. És akkor itt van Stutenzi Center, több bevásárló nagyáruházzal, Aldi, DM, Reve, jobb oldalt Oké, jobb oldalt Lidl, Kik, meg valami cipőbolt, H&D. Sebességmérő dobozok, azt hiszem. És itt szoktunk vásárolni. Ez a Lidl kétszer akkora Magyarországon egy Lidl. Választéka is más, illetve bővebb. Jön egy körforgalom. Tőlünk innen balra van az útlezárás, ezért jönnek felénk most az autósok. Kis utcán belakunk. Nagyon forgalmas lett, mint egy autópálya. Itt már 80-nal is lehet menni. Kértünk a főútra, igen. Reflektor. Nem merek, mert szemben mindig hát, jönnek. Hát most szombat van, nem fog. Egy Pécsről kijöttünk Blankellokba. Házas pár segített bennünket a lakhatás megoldásba, egy kis szobát bérelünk, és onnan járunk dolgozni. Itt is biciklis csatlakozó utak vannak a főútra, de itt nincs elsőbségük elvileg. De mindig csak reméljük, hogy megállnak. Most egy autó jön szembe, hétköznap sorokba jönnek. Meg teherautók és egyebek, de hétvégén sokkal kisebb a forgalom. De hétvégén is dolgoznak a németek, erről nincsen szó, hogy nem. Csak talán később kezdenek fene, tudja, de nekünk 6.30-ra van a munkaidő kezdet, és 6-ra beszoktunk kérni. Itt egy jobb kanyar, itt már Friedrichsthal felé fordulunk. Mondhatom a jövedelmet? Szerintem még mivel csonka hónapban vagyunk, nem hát vagyok. Csonka hónapot dolgoztunk, ugye 129 órában, na azért jönnek teherautók. Hát szerintem azt most még nem keverjük bele. Azt hát igazából ezt a 129 órát 1400 euróval díjazták. Ugye kétszer, már ketten vagyunk. Hát és kérdezték, hogy miért jöttünk ki, hát igazából most mindentől mentesen ezért. Tehát. Igen, szóval kérdezték, hogy miért jöttünk ki. Mindentől mentesen azért, mert oda-haza a jövedelem mértéke nagyon szerény. Rezsiköltségek meg a vásárlás drága. Itt meg ebből a pénzből is ki lehetne jönni egy hónapba bőven, és még tartalékolni is lehet. Már azért sokan jönnek. Hát nem annyi, mint hétköznap. Friedrichsthalból többen mennek be Blankellokba. Blankellok a legnagyobb lakosú. Meg hát ugye ott alagút, fölöttük megy a, szerintem vasút, de nem biztos. Lehet, hogy csak sétaút vagy autóút. Az előző alagúton, ami alatt átjöttünk, ott vasút van. Itt, elég gyakran jár is a vonat. Ez normál út, mert szoktam látni autókat. Akkor ez nem vasút.
közeledünk ugye a balra kanyarodáshoz, egyre több tábla tűnik föl az úton, ebből aztán tudjuk, hogy nem tévedünk el. Bal oldalt mindig figyeljük, a kis terelőnyílat van egy ilyen járdasziget. Ezt jobbra kell kerülni, és mindjárt utána balra kell fordulni. Egy kis kék táblát szoktuk figyelni. Körforgalom előtt lesz majd egy tábla, hogy 30, mert akkor már lakott területre érünk megint. Szóval ez Friedrichsthal a sötétbe. Majd mindjárt beljebb is érünk. És rögtön kívül a 30-as innentől már óvatosabban kell haladni, mert büntetés az drága, nagyon-nagyon drága. Itt van egy Edeka áruház, állítólag ez a drágábbik áruház. A legdrágább, de legminőség. Most nem tudom megmutatni, de ott a bankunk, a Volksbank. A számlát nyitottuk, jobbkezes utcák, így jobbról jó. Lesz még egy pár. Látszik, hogy milyen keskeny az út, megterelők is vannak. Még lassabban haladjunk. Itt is működik a... Egy Trafipax. Megköszönik, hogyha tartjuk a sebességet, tehát írják, hogy danke. Ha 30 alatt vagy. Na egyszer sikerült túllépnünk 31-32-vel, akkor mindjárt pirosan. Bekarikázta nekünk, hogy hopsz, egy kicsit gyorsabban közleked. Reméljük, nem itt, itt is van egy jó. Itt is van egy jobb. 32. Jobb kéz, de az jó. Nem jön senki. Hát ha valaki hozzászokott, hogy 50-nel lehet menni, ez befogja itt a helyet, Németországba. De egyébként Ausztriában is. És hol az lesz? Tovább, majd ha meglátod a vasúti állomásnak a falát, a hangszigetelő falát, ott szembe van, mielőtt te balra fordulunk. Oda jönnénk vonattal, ha tudtunk volna bérletet venni, de mert ugye egyelőre még autóval járunk. És akkor ez az idősek otthona. Mennyire most úgy látszik. Befordulunk és leparkolunk. És akkor egyelőre ezzel zárjuk a, ezt a film részletet. Kész. Megérkeztünk. Úgyhogy köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!